Szerbusztok, pajtik! Szerbusztok, gazdik! Mint tudjátok, nálunk már műfű van, és a műfű próbája az igazi játék. Nos, ma reggel igazából kipróbálták a srácok, milyen is a játék a műfűvön. Mindenkivel tudatjuk, a műfű jól vizsgázott. Tulajdonképpen karmolhatatlan és kitéphetetlen, játszani pedig remekül lehet rajta. Ezt a ellenképek is mutatják. Tudjátok, az az igazság, hogy a gazda anyu találta ki ezt a műfüvet, a gazda nem nagyon bízott benne, de végül is kipróbálták. És nézzétek, több mint 100 kiló repül rajta, ugrál rajta és gyimakolja. Tulajdonképpen kiváló. Egyetlen fűszál nem hajlott még úgy el, hogy azt ne lehessen kifésülni. Tulajdonképpen ez remek. Játszani nagyon jól lehet rajta, és a kutyák játszanak is rajta nagyon jókat. Amint az a képeken is hébe-hóba látszik, ugyan nem illene, de a kutyák megkapták a csontjaikat is. Ezen a műfűvön csontoznak. És nézzétek meg, nincs rajta sérlés. Közben a tó megette a csillagát, mert a kutya beleejtette. Se baj, van másik, azzal is lehet játszani. Thank you.
Nos, nagyjából ennyit erről a játszásról és a műfűről. Mert következik a második rész, mert kimentünk sétálni, és a dombon találkoztunk ezzel a kiskutyával. Nevét nem tudtuk, azt se tudtuk, honnan lógott meg, de jó állapotú kiskutya, csinos, elegáns és nagyon okos. Hívtuk, visszajött. Érdekes. Ki válik meg egy ilyen kutyától? Na, a gazdák utána jártak a dolognak. Telefonáltak sokat. Utána néztek a neten. Mindent elkövettek, hogy valahogy nyomára lejjenek a kiskutya gazdájának. És képzeljétek, megtalálták. Megtalálták a kiskutya gazdáját. Úgyhogy hazafele menet, sikerült leadni a kutyust az ő gazdájának. Nagyon aranyos kiskutyus volt. Nagyon örültünk neki, és mi játszhattunk tovább nyugodtan. Megbeszéltük az ügyet úgy, ahogyan azt illik egymás közt, és mindent kibeszéltünk a világba, hogy mindenki hallja, mindenki tudja, megkerült a kutya gazda. Tehát ennyi volt a mai mesénk. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk, és szép napot! Sziasztok!